Mindenki számára világos, hogy Juhász Péter ápol kapcsolatot Portik Tamással. Juhász Péter azt állítja, hogy nem személyesen Portik Tamásnak készített sajtófigyeléseket, hanem azt a titkárnőjén keresztül jutotta el hozzá. Ez persze messze menőkig megértjük, hiszen mégiscsak vállalhatatlan lenne, ha Juhász Péternek kellett volna a börtönbe bemenni ahhoz, hogy Portik Tamásnak bevigye a sajtófigyelés dokumentumait. Azt azonban nem értjük, hogy egy 15 évre elítélt, közügyektől eltiltott bűnözőnek miért éppen a korrupció élharcosának kikiáltott politikustól kellene információkat kérnie. Van kismillió sajtófigyelő cég Magyarországon ma, nyilván Portik Tamás bárkitől kérhetett volna, de ő mégis Juhász Pétert választotta, aki ezt pedig boldogan elvállalta. De amit szeretnénk, hogy Juhász úr válaszoljon őszintén az alábbi kérdésekre, és próbálja meg őszintén elmondani, hogy valójában mi is az igazság? Mióta van kapcsolatban Portik Tamással? Ha valóban cikkeket nyomtattak ki Portik Tamásnak, akkor miről szóltak ezek a cikkek? Miért nem hozta nyilvánosságra azt, amit Portik Tamásnak összeállított? Megpróbálta-e befolyásolni Portik Tamást, hogy a tárgyaláson az ő állításait erősítse meg? Van-e megbízása Portik Tamástól, hogy kormánypárti politikusokat járasson le, illetve Bolyár Gábortól kapott eltitkolt pénzbeli támogatásán kívül milyen anyagi támogatásokat nem vallott még be, és a támogatásokkal elszámolt-e az adóhatóság felé?